Sziasztok! A mai videóban Danessa termékeket fogunk kipróbálni, amiket én is most használok először, úgyhogy nagyon izgalmas számomra. Tartsatok velem, ha érdekel titeket is! Na, hát, hogy mik is vannak itt a kezemben, majd szépen mindjárt sorban fogunk mindent venni, és képzeljétek el, hogy most is, mint ahogy szoktam, ide készültem a kis brosúrákkal, a tudnivalókkal, megpróbáltam kiokosodni, viszont az előző Danessa videóimmal ellentétben most semmit sem használtam nélkületek, úgyhogy mindent itt fogok először megvizsgálni. Amire nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi voltam, és ezúton is köszönöm a CF Beauty-nak, hogy a rendelkezésemre bocsátotta a termékeket, az ez a Yummy Skin Danessa Myricx alapozó, ugyanis, képzétek el, ez a 4N árnyalatban van itt nálam. Képzétek el, hogy Danessának is van egy ilyen elméletileg ragyogó és bőrszerű finisht adó alapozója, amire már nagyon-nagyon kíváncsi voltam, fájt a fogam már egy ideje rá, úgyhogy most ki is tudom végre próbálni. Ennek az érdekessége egyébként többek között az, hogy képzétek el, várjátok, már kinyitottam, már szvacsoltam, tehát ilyen kis tubusos, de ez a tubus, nézzétek csak, ilyen utántöltős, utántölthető. Ez például tök jó dolog szerintem. És megmutatom mindjárt az állagát, aztán el is mondom, hogy mit érdemes erről úgy egyébként tudni. Így néz ki. Állagát tekintve ilyen, tehát ha elfordítom a kezemet, akkor nem folyik világba, de nem is annyira masszív, tehát a kis csücsök, amit így lepöttyintettem, azért szétfolyt. Amit írnak róla, hogy összetevői kiegyensúlyozzák a bőr hidratáltságát és nedvességtartalmát, miközben szabad gyök ellenes antioxidánsokkal védi a bőrt. Na, ezt írják róla, egyébként sok minden nagyon jótékony van benne, de én nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog kinézni a bőrömön. Most, ha így eldolgozgatom, nagyon finom érzés, pici olajossága van, de ez egy kicsit masszívnak is érződik, na kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz, olyan ápoló krém érzése van így hirtelen. De jó lett van. Úristen. De nem parfümös illata, hanem mint a hidratáló krémeimnek. Tényleg ilyen ápoló illata van. Nem gondolnám, hogy alapozót kentem a kezemre, hogyha szaglászom. Azt gondoltam volna, hogy valami ápolót. Na jó, hát mindjárt megnézzük az arcomon is, de először mondok róla egy pár szót nektek. Ez a Yummy Skin Serum Foundation folyékony alapozó, főbb összetevői a jojobaolaj, ami mélyen hidratálja és puhítja a bőrt, a hialuronsav hidratálja és feltölti a finom vonalakat és ráncokat, és az olivából származó szkvalán láthatóan öregedésgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Vegán és tiszta az összetétele, parabén és szulfátmentes. Ezt az alapozót minden napra ajánlják, Colorfixet belekeverve, extrém vízállóvá tehető az alapozó. Egyébként azt írják róla fedését tekintve, hogy ha lájtosabb fedést szeretnél, akkor egy pici borsónyi kell belőle, hogyha pedig magasabb fedést, akkor 2 borsónyi mennyiség kell belőle. Na most az én igényem az, hogy olyan hatalmas nagy fedés nem kell, mert most egyébként is trend, tudjátok, ez a naturálisabb bőrkép, meg nem kell 100%-osan mindent elrejteni, viszont azért vannak pirosságaim, meg ez az, amit úgy egységesíteni szeretnék. Na, hát akkor nézzük, hogy hogyan működik ez az én bőrömön. Hopp, na nézzük, most kinyomtam egy kicsit, mondjuk, hogy egy borsonyit, és a Turbosztíma Kabuki alapozó ecsettel fogom felvinni. Többől tényleg nagyon kevés kell. Fú, hogyha az árnyalat véletlenül túlvilágos lesz, akkor azt nézzétek el, mert ugye nem próbáltam még, és nem tudom, hogy milyen az árnyalat, de láthatok, hogy mennyire keveset vittem fel, és mennyire sok lett belőle, úristen. De ezt a termékeknél az egyébként is nagyon jellemző, hogy iszonyúan vigyázni kell, de még mindig nem szoktam meg, hogy mennyire. Egyébként vicces. Igen, ez egy picit világos lett az én bőrömre.
Sajnos, na nem baj, azért még meg tudjuk nézni. Fú, ha lehet, hogy gyerekek, ebből annyira kevés kell, hogy valami félelmetes. Nagyon-nagyon-nagyon kevés. Fúhájátok, ez így nem jó. Szóval, most vissza az egész. Az lesz, hogy leszedem, és megnézzük, hogyha ennél sokkal kevesebbet várakok, akkor mi lesz az eredmény, mert ez így látom, hogy iszonyú sok. Nagyon-nagyon-nagyon. És ez így nem mutat szépen a bőrömön, belejött a pórusaimba is, ez most így nem mutat szépen rajtam. Ez most így nem szép. Viszont szeretném kipróbálni, hogy mi van, ha még kevesebbet viszek fel, mert egyébként meg nagyon-nagyon nehéz nekem megtanulni, hogy Danessa a termékekből mennyire nagyon kevés kell tényleg. Tehát így, na mindegy. Megnézzük, hogy ha kevesebbet használok, vagy megpróbálom esetleg csak az új begyemmel, mert úgy érzem, hogy a kapukércsettel nem is bírok annyira keveset fölvinni, amennyire ez igényelné szerintem. Úgyhogy ezt letakarítom, lemosom az arcomat, és akkor mindjárt visszajövök. Na, újra próbálom. Most annyi, hogy semmi sincs az arcomon, mert most takarítottam le, viszont már előtte az első alapozás előtt hidratáltam, úgyhogy nem nagyon szeretnék újra szérumozni, meg ilyesmi. Egy nagyon-nagyon lájtos kis hidratáló lotion, nem is krémet, hidratáló lotion rakok föl, ez a hadalabó, amit sokszor láttatok már nálam videókon. Egy kis ártalmatlan, tehát ez biztos, hogy nem befolyásol negatív értelemben semmit. Egy pici kis hidratálásra muszáj, miután lemostam a sminket. Hát, és a pirosságaim is most erősebben látszódnak, mert minden sminklemosás után, ha kicsi fizikai dolog érje a bőrömet, akkor egyből piros hirtelen, de aztán mindjárt visszahúzódik. Na, akkor most nézzük meg, hogy van, ha nagyon, sokkal kevesebbet használok, mint az előbb. És akkor megpróbálom először csak úgy, hogy az új begyemre felveszem, és egyáltalán letesztelem, de láthatok mennyire kevesebb? Hogy egyáltalán milyen ez az anyag. Aha, hát sokkal jobb. Most így, ha elkezdem bedolgozgatni, akkor a bőrömmé vált gyakorlatilag. Igen. Nézzük csak egy kicsit többet akkor, nagyobb felületeken. Mert elvileg ennek ilyen természetes bőrképet kéne adnia nekem, azért volt gyanús, hogy az előbb tényleg nagyon sokat vittem fel. Lehet, hogy egy csattal is fel lehet ám vinni ennyire keveset, csak akkor tudni kell, meg fölpöttyünteni mondjuk egy-kettőt, tényleg egy-két pöttyöt, és akkor utána eldolgozni a csattal. És tisztában kell lenni ezzel. Ó, igen. Na, hát így már egész más a dolog. Annyi, hogy nekem egy kicsit talán világos. Beauty blenderrel is meg lehetne próbálni, most azt is akkor kipróbálom, de azt fogom csinálni, hogy ez egy benedvesített beauty blender, és innen ebből a nagyon piciből is egy nagyon picit veszek csak föl, tehát ennek a csicskéből vettem föl anyagot. És nézzük, hogy így milyen. Igen. Na, hát ez lesz a nyitja, hogy ennyire keveset kell, ez elképesztő azért. Úristen, mennyivel jobb. Ez nagyobb durva. És így úgy néz ki, mint a bőröm. De hogy lehet ennyire keveset használni? Atya ég. Durva. Fú, egy kicsit a hangomon is lehet, hogy halljátok meg itt az orrom hámlik, ne haragudjatok, de betegséggel vagyok túl. És emiatt lehet, hogy látszik a bőrömen is. Na most akkor azt nézem még meg, hogy nyomok még ki egy picit. Szándékosan a másik oldalamat még nem kezdtem el, hogy lássuk a különbséget. Azt akarom még megnézni, hogy ha esetleg fedni akarok még mondjuk itt, ott nem akarok mindent elfedni, de azért ott vannak jobban kis szeplőcském, akkor tudok-e még úgy építeni rá, hogy ez szép is legyen. Mert amúgy nem intenzív a fedése így, de szerintem ez így jó. Ez így olyan hihető,
De úgy néz ki tényleg, mintha bőröm lenne, csak szebb lett a bőröm. Akkor lehet, hogy érdemesebb ez Beauty Blenderrel felvinni, mint alapozó ecsettel, most így hirtelen. Az a durva, hogy az előbbi borzalmas maszkolás után most viszont nem látszik, hogy van rajtam alapozó. Építhető valamennyire, de akkor se lesz olyan hatalmas fedése. Igen, tehát ez akkor lesz jó, ez az alapozó, hogyha bőrképet szeretnél megtartani, csak egységesíteni szeretnél. Akkor viszont tetszik. És akkor viszont félelmetes, hogy mennyire úgy néz ki, mintha a bőröm lenne. Tényleg, és milyen szép ragyogása van, és így bele se jött a pórusaimba, hogy nagyon-nagyon-nagyon keveset használtam. Na, így tetszik. Szerintem nekem egy picivel lehetne sötétebb talán a szín, bár a nyakamhoz igazából megy így, meg majd úgyis rá kontúrozunk. Na, megcsinálom a másik oldalt, és aztán folytatjuk egy kis kontúrral. Na, hát most már mind a két oldalamat megcsináltam. Itt a pirosságaimon bevallom, őszintén nekem annyira nem tetszik, mert itt egy kicsit nagyobb fedést szeretnék. Viszont, ha nem lennének ezek a pirosságaim itt, konkrétan igazából ez zavar, ezen az oldalon még nem is. Ez itt, amit én még fednék, tehát azt le fogom még korrektorozni. Ha az nem lenne, akkor viszont elképesztő, hogy mennyire bőrré vált tényleg. Annyi, hogy egy picikét szerintem lehetne nekem sötétebb a szín, mert egy kicsit ez most így lesápaszt ez a szín. Ugye ez a 4N volt, akkor én egyes sötétebbet választanék magamnak. Főleg, hogyha majd barnulok egy kicsit még nyáron, akkor meg aztán végképp. Viszont egyébként a színtől eltekintve meg gyönyörű szépen beleolvadt a bőrömbe. De fú, ez hogy mennyire keveset kell, olyan keveset még életetekben nem láttatok, de tényleg. Korrektornak a Danessa Color Fix Nudes-ból fogom a 3-asat használni, a Nude 3-at, és abból is iszonyat picikét, nagyon-nagyon, és azt meg így csak simán, az új begyemmel fogom itt a szemem alatt egy kis korrektorozásra használni. Egyébként ez egy picivel sötétebb árnyalat, mint az alapozó színe. Na, ez az én árnyalatom, ez a Nude 3, úgy látom. Csak tényleg egy lehellettel. Ebből rakok is ide egy kicsit, hogy egy picit jobban lefedjük ott a piros részeimet. Igen, nem tudom, mennyire látszik. Élőben látszik azért, hogy itt egy kicsit most sötétebb, de ezt puderezéssel össze fogom hozni, mert annyira azért nem vészes. Na így, így már nagyon szép. Na, ez így már pont elég. Tehát ez az a fedés, amit azért szeretnék. Még ha nagyon nézegeted át, sejlenek, de az meg pont ahhoz kell, hogy azt hidd, hogy tényleg a bőr van rajtam, nem pedig az alapozó anyag, ugye? Úgyhogy így már tetszik. És akkor jó is, hogy kipróbáltam, meg jó is, hogy mind a kettő van nekem, hiszen képzeljétek el, Danessánál amúgy is olyanok a termékek, hogy mindent lehet szinte mindennel kavartyolni. Úgyhogy a Colorfix nude árnyalatokat például szokták alapozó szín keverésre is használni. Én egy picit fogok ebből a 3-asból belenyomni akkor ebbe a 4N-es alapozóba, és nekem úgy lesz ideális színű. És ez azért is jó, mert egy pici plusz fedést tudsz elérni még, hogyha hozzákeversz ebből a Colorfix nude 3-asból. Vagyis hát nyilván a neked megfelelő színből, mert ennek viszont nagyobb a fedőképessége. És akkor így viszont nekem már teljesen tökéletes, és tökéletes is lesz, úgyhogy ez tök jó, hogy keverhetők egymással. A következő lépés a kontúrozás lesz, amit szintén egy Danessa termékkel fogok a BAM kontúrral elvégezni, ami nekem itt a Light 1-es árnyalatban van meg. Na most, hát ha a krémes kontúrokat egyébként is szeretem nagyon, úgyhogy mindjárt meg is mutatom ezt is. Ezt már egy kicsit megfogdostam, de kipróbálni még nem próbáltam ki ezt sem, úgyhogy itt van egy ilyen kis szép nyomógomb rajta, amit megnyomva és ezt felemelve kitárul elénk itt. A kincs, egy szép kis tükör is van benne, jó kis masszív egyébként ez a tok, hogy már azt úgy megszokhattuk, és ott van benne a krémes termék. Na most, én olyan színt kértem egyébként a Cél Beauty-tól,
hogy ne legyen teljesen szürke, hogy egy kicsit bronzosítást is tudjak adni az arcomnak, de az a jó, hogy nem is nagyon narancsosak, hál' Istennek, a melegebb árnyalatú színe is ezeknek a kontúroknak, mert azt sem szeretem, mikor túl narancs, tudjátok, olyan, az olyan természetellenessé teszi. Úgyhogy ezt igazából én úgy látom, hogy jól el is találtuk, hogy minimális melegsége van, de nem annyira narancs, hogy ne lehessen kontúrra használni. Hozok megint egy Beauty Blendert, és akkor megnézem, hogy egyáltalán mennyi kell ebből is. Így nagyon óvatosan. Először. Kenjünk ki a kezemre egy picit belőle. Tehát ez ilyen szín, ugye? És akkor egy picikét megnézem. Ezt is. Nyilván ebből is nagyon kevés kellett, viszont extra könnyű eldolgozni, az is biztos. Ennyi volt eldolgozni. Ugye egyébként kontúrozni azért is jó, hogyha nem is szerettek annyira nagyon, vagy nem is akartok annyira arcot formázni, vagy ilyesmi, akkor is jó, mert az alapozástól ugye az egész arcot sokkal laposabbnak tűnik, úgymond, tehát a dimenziókat egy kicsit elvesszük, és sokkal természetesebb és élettel telibb, hogyha visszaadod egy kis kontúrozással. Fú, ez egy nagyon kis természetes szín nekem. No, és összekentem a hajpántomat. Oh, lol. Hát igen, ez lehet, hogy nem fehér hajpántban kellene csinálni. Na mindegy, most már ez ilyen. Szóval, lényeg az, hogy nagyon könnyen eldolgozható. És nekem akár későbbre ebből is lehet, hogy egy sötétebb szín kell. Kicsit lehet, hogy alálőttük itt az arcszínemet most. De egyébként meg nagyon kis szép. Tudjátok mit? Én arra gondoltam, hogy mivel az alapozó is egy kicsit világos nekem, meg a kontúr is, én ezt kisorsolom köztetek, és akkor legalább ki tudjátok ti is próbálni. Én meg beszerzek majd egy sötétebb verziót mind a kettőből. Úgy döntöttem. Mert egyébként meg tök jó, meg szép is. A Beauty Blender oldalával pedig itt fogok egy kicsit kontúrozni az orrom oldalán. Szóval írjátok meg kommentben, hogyha szeretnétek kipróbálni, és akkor vegyétek figyelembe, hogy hát maximum olyan bőrárnyalatú, mint én, vagy nálam világosabb bőrűek jelentkezzenek érte, meg hogyha nem zavar, hogy már egyszer hozzám értem ezekhez az anyagokhoz. De alulra is rakok egy kicsit. Ide egyébként sem kell túl sötét, mert tényleg csak árnyékot szeretnénk imitálni itt. A kis tokácskáim ellen viszont jót tesz. Ezt a krémkontúrt nagyon könnyű használni, mert könnyedén elterül, színe építhető. Hidratáló összetevői a hialuronsav és az E-vitamin. Egy természetes kontúrt ad, ami könnyedén beleolvad a bőrbe. A porkontúr termékekhez képest használata könnyebb és természetesebb végeredményt biztosít. Csökkenti a finom ráncok és pórusok láthatóságát, sima, hibátlan végeredményt biztosít. Alapozó alá vagy fölé is lehet kenni, és púderre is felvihető. Ez így megint csak nagyon-nagyon természetes végeredmény, nem túl erős, az biztos. Nekem lehetne egy picit sötétebb ez is. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy a legjobb ötlet, hogyha valaki, aki nálam világosabb bőrű, jelentkezik érte, és kisorsolom, és ki fogjátok próbálni. Na, most befejezem még egy kis porral a kontúrozást, lepuderelem középen főleg az alapozót, az izzados részeimen, a tágporosú részeken, illetve egy kicsi porkontúrt még rakok fel. A következő két termék a kezemben,
a Colorfix család két tagja. Tudjátok, erről már meséltem nektek, hogy a Colorfixeknek nagyon sok fajtája van, egészen pontosan 6 féle Colorfix létezik. Mindig puskázni szoktam, hogy ne felejtsek ki egyet se. Vannak ugye a mattok, a nudok, a metalikok, a foils, a család és a liquid metals. Na, hát most itt nálam 2 van, az egyik a matt családból, a másik pedig a metálos családból. Mind a kettő egy ilyen nagyon jól kihasználható szín. Megmutatom mind a kettőt először így a kezemben, utána közelebbről is. Ez a matt családból egészen pontosan a crème brûlée. Ez így néz ki. Ugye ebbe is iszonyú picikét kell használni. Ez is használható szemre, szájra és arcra is. És nagyon-nagyon-nagyon keveset kell belőle kinyernünk. És ugye ez például pirosításra is alkalmas, vagy például szemhéj bázisnak is, vagy önmagában szemhéj festéknek is, keverheted másikkal is, össze is dolgozhatod másikkal. Tehát egészen sok felhasználási módja van, színben pedig így néz ki. Ez tényleg ilyen kis univerzális, elég jól kombinálható szín, meg pirosításra most mindjárt ki is fogjuk próbálni. A másik pedig ez a Metallic család tagja, méghozzá a Palerina, képzeljétek el. Egyébként ezt már swatcholtam, és gyönyörű. Nagyon-nagyon-nagyon szép, de mellé fogom nyomni. És látjátok, ilyen hangyabokányit kell tényleg csak kiszedni belőle, és ez nagyon-nagyon-nagyon sokra elég. Ez pedig így néz ki. Ez, hát nem tudom, mennyire látszik kamerán, de ilyen nagyon kis, finom, csillogó. Nem is tudom, milyen szín ez egyébként egész pontosan, de olyan csodálatosan szép. Na, ezt már mindjárt fel fogjuk rakni a szemhéjemre. És van hozzá itt egy tus is, amit majd ki fogunk próbálni. Ez az, együtt ez a kettő biztos gyönyörű szép lesz. Ez egy folyékony matt pigmentkrém, amit biztonsággal lehet használni szemre, szájra vagy az arcra. Ez egy hideg púder rózsaszín árnyalat, de van egy meleg rózsaszín párja is, hogyha valaki ezt szeretne, a latte. Keverni is lehet őket egymással bátran. Ez a crème brûlée egy hideg púder rózsaszín árnyalat, egyik legnépszerűbb és legjobban kihasználható Colorfix árnyalat egyébként, ez a szemre, szájra, arcra. A Balerina egy hideg púder rózsaszín szatén fénye, párja a Romance egyébként. Önmagában is gyönyörű, de elkészült sminket is fel lehet vele dobni. Ezt is lehet szemre, szájra, arcra is használni egyaránt. Colorfixekkel könnyedén készíthetsz látványos sminket kevés termék használatával is, tökéletesen rétegezhető Colorfixekkel, vagy más Danessa termékekkel. Ami nagyon fontos viszont a Colorfixek használatánál, meg úgy általában a folyékony szemhéjfestékek használatánál, hogy mindig nagyon keveset, de Danessánál meg főleg, annál is kevesebbet kell használni, illetve meg kell várni, hogy megszáradjanak, egy kis száradási időt érdemes tehát hagyni, hogy ne gyűrödjenek be semmiképpen, és utána pedig szépen rétegezhetőek. Viszont ha megszáradtak, akkor víz és izzadságállóak is, és egyébként tusvonalat is lehet velük húzni. A szemhéjamra én most a Danessa Myricks Grounder palettából fogok hozni, a Turbo Stima Blending Brush-sal, a nagyobb satírozó ecsettel, először egy krémes színt, méghozzá ezt a sötét barnát. Ezzel fogok egy pici bemélyítést adni. Nem lesz egyetlen bonyolult, vagy nagyon nagy a szín, szemsmink. Szeretném érvényesülni, hagyni ezt a gyönyörű, szép, fényes kis Colorfix árnyalatot, amit az előbb mutattam. Igazából ugye ez a krém, ez lehet maga a szemsminkem is, vagy a szemhéj alap is. Én most egy kis alapnak fogom használni, itt egy picike bemélyítésnek, és aztán ahogy fogy az ecsetről, elindulok egy kicsit beljebb, és eldolgozgatom. Nagyjából ennyi elég is. Más szemhéjbázist én most nem is használtam, csak arra figyeltem, hogy jól le volt tisztítva a szemhéjem ezelőtt, mielőtt elkezdtem sminkelni. A Turbo Stima Fluffy Blending Brush-sal, tehát ezzel a jó kis széles fejű satírozó ecsettel, ebből a színből fogok. Most a porállagú termékbe nyúlok, porállagú részbe, mert ugye mindegyik mellett egy krém van, ezt már mutattam nektek. Szóval a porállagba nyúlok, nagyon picit, egészen kicsit szeretnék csak lehelni. Hát oda rá, ahova az előbb a krémet vittem, és egy picivel magasabbra. Egy picit kiterjesztem magasabbra és beljebb a sminket, de csak úgy tényleg lehelés szintjén. Körülbelül így. Ennyi. Nem is kell nagyon több mozdulat, és nem mentem rá a mozgó szemrészre.
Ha ez megvan, akkor még annyit csinálok, hogy szintén maradván ennél az ecsetnél, a világosból is rakok egy kicsit a szemöldököm alá. Az is csak egy ilyen kis lehelés, egy picike kis kivilágosítás és az elfüstösítés segítésére egy nagyon picit rakok ide a szemöldök alá, illetve az előzőleg felvitt szín peremére. De ebből is elég egy ilyen picike kis lehelletnyi. Ezzel a mozdulattal az volt a fő célom, hogy még jobban eltűnjenek itt a füstösítés határai, a kis peremek, az átmenet, még szebb legyen. És akkor most a kisfejű small blending, tudasztimál small blending brush-t fogom a kezembe, mert most viszont egy kicsit jobban be szeretnék mélyíteni. Ez se lesz annyira nagyon-nagyon sötét, ennél picit sötétebbet szeretnék, ezért belenyúlok egy nagyon picit ide a feketébe is, de nem feketét, tehát keverem ezt a két szint, és megint port használok, mind a kettő port. És ennek az ecsetnek a hegyével itt, ahol a legsötétebbnek szeretném látni a sminkemet, egy nagyon kicsi bemélyítést fogok adni neki. De tényleg nem túl sokat. És hát nagyjából itt a végében, de azért amikor már alig van az ecseten, akkor beljebb is hozom az anyagot. A közepe környékén már elveszik, elfüstösítem addigra. Meg egy picit itt le is hozom. És akkor most jön ez a gyönyörűség rá, ebből egy nagyon-nagyon-nagyon kicsit kinyomok itt a kezemre. Kicsit én szoktam olyat ezeknél egyébként, hogy el is dolgozom, és utána, ami így szépen eldolgozottan a kezemre föltapad, azt viszem fel a szemhéjamra. Ide előre. Főképp előre, és aztán egy kicsikét rátapogatok ide a barnára is. Teljesen idáig nem viszem el, hogy arra már elfogjon. És inkább itt elől érvényesüljön. Aztán egy üres új begyemmel a széleit még eldolgozgatom. Ehhez ecset se különösebben kell. Minimális száradás után rakok rá még egy réteget, és aztán ez kész is van. Fölülre mindjárt ki is fogok próbálni egy tust Vanessa Myricks-tól, viszont alulra hozni fogok még egy kicsit a feketéből, a porból is, meg a krémből is. A Turbo Steamer Short Shader Brush élét fogom erre használni, tehát egy picike fejű ecsetet, aminek jó kis éle van. És először a krémbe nyúlok, mert hogyha krémes lesz az ecset, utána a porból könnyen felvesz. A kettőt együtt használni, oda-vissza nyúlkálok vele. Kettőt együtt használni azért is jó egyébként, egyszerre arra a célra, amire most fogom, mert ugye ez a krém nem önfixáló, viszont ugye le van porolva, a por fixálja. Tehát én most ide egyszerre szeretnék felhordani belőlük egy kicsit, és egy kicsike kis mélyítést adni ide alulra is, meg a vízvonalra is, de csak egy picit. Itt a végében. Fölül pedig mindjárt folytatni fogom egy tussal. Egyébként ez azért is tetszik nekem a szememen, ez a szín, meg ez a csillogás, mert most trend is, tudjátok, ez a kis vizes hatás, amit nagyon jó ahhoz, ez is nagyon tetszik benne. Ha. Na, akkor nézzük most a pirosítót, vagyis hát ezt a Color Fix-et, ami igazából használható lett volna a szemre is, szemhéj bázisnak is, szájra is, meg pirosítónak is használhatom, és én most pirosítónak fogom. Ebből is nagyon-nagyon kevés kell, egy picit ide kinyomok, és azt fogom csinálni, hogy egy már előre az új begyemmel kicsit eldolgozom, így, és utána a Beauty Blenderrel fogom felvinni, amiben van már nedvesítve egy picit. A Beauty Blendernek ezzel a részével fogok egy kicsikét ide adni pirosításnak. Mm-hmm.
És akkor most nézzük ezt az eyelinert, amit még sose használtam, most veletek együtt fogom kipróbálni. Ennek a hivatalos neve Linework, az a neve, hogy Linework, és az Onyx fekete szín van itt nálam. Képzeljétek el, ez 2023-ban Allure Best of Beauty termék lesz, tehát a legjobb beauty termék lett 2023-ban az Allure szavazáson. Egyébként Danessa a termékeket nagyon-nagyon sokat díjaztak mostanában, már 2024-es Award-ot is kapott, ha jól emlékszem. Majd egy párat megmutatok itt nektek, a képernyőn megosztom veletek, de nagyon durva, hogy mennyi díjat nyer el folyamatosan egyébként. Ez a Groundwork paletta is, amiről már készítettem nektek videót, ez is ugye több díjat is nyert. Erről a tusról szeretnék viszont most egy kicsit több információt én is megmutatni nektek. Ez a Danessa Myrix tus, ugye ennek egyébként itt nem filces, hanem szőrös a vége. Sok-sok szőr van benne, szőrszál van ennyire precízen, pontosan összedolgozva. És ez fekete, ugye? Hát ilyen fél matt finise van, és nagyon precíz, pontos. Aztán mindjárt megnézzük, hogy milyen a szememen, de először egy pár dolgot mondok erről is nektek. Ez a Linework folyékony ecsetes szemhéjtus, 560 sörtével rendelkezik, flexibilis az ecsete, mely bármilyen szemformához könnyedén igazodik, bármilyen vonal könnyedén meghúzható vele. A legvékonyabbtól a grafikus vonalakon keresztül a vastag vonalakig. A vastag vonalhoz nyomd le erősebben, a vékony vonalakhoz a hegyével húzatust. Kihagyásmentes Everflow technológiával készült, így könnyedén húzhatsz folyamatos vonalat. A rugalmas filmképző anyagok vízálló és elkenődésmentes, egész napos viseletet biztosítanak. Intenzív fekete, fél matt végeredményt nyerhetsz vele. Na és akkor próbáljuk ki szemen is. Ami nagyon tetszik benne egyébként az az, hogy a filc precízségével, de az ecset látságával rendelkezik, úgyhogy tényleg el tudom képzelni, hogy sok mindenre jó lehet, majd még fogok vele kísérletezgetni, de elsőre így nagyon szépen precízen fogod, szép fekete, tényleg nem hagy ki, nem tapad rá vissza por. Úgyhogy ez most így tényleg nagyon tetszett. Na és akkor még a szám van hátra, én annyit fogok megtenni, hogy egy pici kontúrt rakok fel a Groundwork palettából, méghozzá egy rúzsacsettel, a Turbo Stima Lip Brush-sal, és a Danessa Myrix Groundwork palettából ugye az egyik krémes színt fogom kivenni, méghozzá ezt itt, de csak így óvatosan, nagyon keveset, nagyon-nagyon-nagyon keveset, mert nem szeretnék olyan nagyon erőset, csak egy kicsi kontúrt adni a számnak. És utána pedig rakunk abból fénynek rá, amit ide a szememre használtam fönt. Ezt még itt nem használtam szára, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni. Hát hivatalosan lehet, és el is tudom képzelni, úgyhogy kipróbáljuk most együtt.
Na, nézzük a végeredményt, meg egy összegzést. Na, hát igazából a végére végül is nem is lettem olyan sápat, sőt a nyakammal összenézve teljesen jó ez az alapozó szín. Talán a kontúrra még mindig azt gondolom, hogy lehetne egy kicsit sötétebb, bár hogyha nagyon természeteset szeretnék, akkor egyébként annak a színe is jó, de menjünk szépen sorban. Szóval, ez a Yummy Skin szérum alapozó számomra azért volt meglepetés, mert a szérum alapozóktól nem ezt az állagot szoktam meg. Azok sokkal-sokkal folyékonyabbak szoktak lenni, meg olyan könnyedebbek is, ezt úgy hirtelen egy kicsit nehezebbnek éreztem, és olyan értelemben nehezebb is, hogy ebből ez egy ilyen úristen, mint amikor veszel mondjuk egy koncentrátumot, fel kell hígítanod 10-szeresére, és aztán azt fogod használni. Tehát ez is tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon koncentrált. És amikor először felraktam, akkor borzalmasan is nézett ki akkora mennyiségben a bőrömön, viszont miután másodjára használtam, és figyelembe vettem, hogy ennyire valószínűtlenül keveset kell tényleg eloszlatni, akkor meg úgy nézett ki, mintha csak a bőröm lenne. Bevallom őszintén, hogy az az egy nekem kicsit kevés, amit itt a pirosságaimon fedett, viszont azt meg a Color Fix Nude-dal, ami egyébként is van nekem, mert ezt ugye szemhéjbázisnak is lehet használni korrektornak is, alapozó keverésnek is, stb. Szóval ez, ami egyébként is van nekem, én ezt belekeverem. Ha belekeverem, akkor sötétíteni is tudom egyrészt, de ha nem keverem bele, csak ennyit csinálok, hogy amikor korrektorozásnál itt letapogatom, akkor ide pöttyintek erre a piros részre, akkor viszont már elég. És egyébként a bőrkép így összességében, mire kész lettem, nagyon szép lett szerintem. És nincs leszáradt poros hatása, mégsem olyan csucsogós, nincs 100%-os fedése, nem is lesz ennek, tehát így átsejlenek bőr mintáim, úgymond. Viszont ez pont annyi, amennyitől hihetővé válik az egész, és nekem a mai trendnek abszolút megfelel, és ezt még nyáron is el tudom képzelni, hogy a helyén maradjon, és hogy ne legyen túl izzadt hatása, mert nincs annyi fénye, szerintem, csak éppen annyi, amennyi kell ténynek. Szóval igazából tetszik. De szoknom kell még ezt a nagyon kevés felvitelt, meg hogy ezt Beauty Blenderrel volt szerintem sokkal jobb felrakni, mint mondjuk ecsettel nekem. Aztán itt ez a kontúr. A kontúr nagyon tetszik, nagyon kevés kell belőle Beauty Blenderre, ennyit csinálsz és már eldolgoztat, tényleg nagyon jól használható. A színe annyira természetes, hogy alig észrevehető, de a hatása mégis látszik. Nekem egy fokkal sötétebb azért majd kelleni fog, főleg a kicsit barnulok, de egyébként még most is jó, hogyha természetes hatást szeretnék. És tényleg nagyon jól eltalált a színe szerintem. Úgyhogy az is tetszik, az eldolgozhatassága meg aztán végképp. Mi volt még utána? Hát igazából utána már a Color Fixek jöttek, hát abból az az egész termékcsalád úgy, ahogy van, bármelyik verziója nagyon bejön nekem. Ugye beszéltük, hogy van fényes, matt, mindenféle belőle, hatféle finisű. Hát igazából itt most használtam ugye egyet, ami ilyen kis metálos, gyönyörű szép a csillogása, tetszik azt, hogy nem feltétlenül kell alá még sminkalap, sem merül maga egy sminkalap, tetszik, hogy lehet kombinálni, hogy rárakhatod egy másik kész sminkre, szemhéj púderekre is, de használhatod önmagában is, egy ilyen kis lájtos sminknek is, meg erősebb variációhoz is be lehet kombinálni. Szerintem gyönyörű egyébként, tetszik ez a vizes hatása is. Nagyon szép, úgyhogy tetszik. A tus meg szintén nagyon szép, precíz, könnyű használni, tetszik, hogy egyszerre ilyen filc tus jellegű is, de közben meg hajlékonyabb és precízebben lehet vele így mozogni, meg szabadabban ad lehetőséget. Tényleg vékony vastagon ahhoz is el tudom képzelni, úgyhogy az is tetszik nagyon, még azt is fogom azért próbálgatni. És a számon is tetszik egyébként ez a szín, úgyhogy most megint mindent tetszik, ugye? Igen. Mi volt még? Volt még valami? Vagy a végére értem. Ja igen, hát ez a pirosító szín is tetszik természetesen, meg hát a szemen is, meg mindenhol másul is, a szájon is fog tetszeni nekem, mert ez elég olyan szájszín. Szóval az is tetszett, hát mondjuk nem vagyok meglepve. És ráadásul díjnyertes termék is van most is ezek között is, ugye a tus az is award winner,
Úgyhogy hát most megint kaptam egy nagyon jó kis válogatást, köszönöm a CL Beauty-nak ezúton is, és már megint majdnem elfelejtettem mondani, hogyha szeretnétek kipróbálni Danessa Mayer X termékeket, akkor kedvezményesen tudjátok megtenni a clbeauty.hu oldalon, a Timi 10 kuponkódot használva 10% kedvezményt kaptok a Danessa Mayer X termékekből. Úgyhogy ha érdekel valami titeket, akkor itt a lehetőség kipróbálni. Na, hát én most is nagyon elégedett vagyok vele, majd azért TikTokon meg short formájában hozok még nektek mindenképpen ezekről is videót, mert meg hát látni fogjátok még videóimban, mert biztos, hogy fogom őket használni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezeket is ki tudtam próbálni. Írjátok meg kommentben, hogy ti valamelyiket próbáltátok-e már, hogyan tetszik nektek, hogy tetszik a kész sminkem, és hogy mire lennétek kíváncsiak esetleg még Danessa termékek közül, hogyha esetleg mostanában bogaráztatok a CL Beauty oldalán. Kíváncsi vagyok, hogy fedeztetek-e fel valami olyat, amit még nem használtam, de érdekelne titeket. Azt is mondjátok el nyugodtan. Na hát köszönöm, hogy itt voltatok, legyen csodás napotok, lájkoljátok ezt a videót, kérlek, és iratkozzatok fel a csatornámra, és a CL Beauty oldalát is lájkoljátok be Instagramon, belinkelem majd ide nektek a TikTokjukat és az Instagramjukat is, meg a weboldalt a videóm leírásába. Köszönöm, hogy itt voltatok, legyen csodás napotok, sziasztok!